Szárazság és forróság, jelentős terméskieséstől tartanak a gazdák, vannak szántóföldek, ahol 3-4 hete nem volt csapadék. Nincs biztonságban otthonunk, ne tegyük nyilvánossá mindenki előtt, hogy épp nem tartózkodunk otthon. Ezzel a betörőknek adunk esélyt. Elfogadott nevezések, 3 osztályban 94 felnőtt futballcsapat vág neki a 24-es 25-ös szezonnak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Kritikus időszakban nem kap csapadékot a kukorica a szántóföldeken, de nagy bajban a burgonya termés is a hatalmas szárazság miatt. Egyes területeken 3-4 hete nem esett az eső, csapadék pedig a következő napokban sem várható. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A gazdák attól tartanak, hogy megismétlődik a 2022-es történelmi aszályos év. Augusztinyi András, a gyulatanyai fajtakísérleti állomás vezetője arról beszélt, a folyamatos öntözéssel is csak túlélnek a növények, mintsem hatékonyan fejlődnének. Folyamatosan munkában a vízágyú a kukoricaföld fölött. Nagy szükség van az utánpótlásra, mert ez is például egy olyan terület, amely hetek óta nem kapott természetes csapadékot. Rengeteg gazdálkodó küzd ezzel a problémával, sokan pedig attól tartanak, hogy a szárazság 2 évvel ezelőtti méreteket ölt, amikor az elmúlt 100 év legnagyobb aszálya volt Magyarországon. Lefeküdve a krumpli nagy része, itt is naponta többször áztatják el a földfelszínt, de a hatalmas melegben egyszerűen csak túlél a gumó, de igazán nem fejlődik. Ez a másik probléma. A vízhiányt ugyanis ezekben a napokban forróság tetézi, amely még akár 4-5 napig is eltarthat. Most hétvégén 3 hete, hogy volt egy 40 mm csapadékunk, és sajnos azóta nem volt. Ez a kukoricánál ez most nagyon-nagyon fontos tényező, hogy kapjon csapadékot. Tudnék, hogyha a kukorica nővirágzáskor nem kap csapadékot, akkor sajnos nem sok termése, nem sok jóra számíthatunk. És sajnos az időjárás, a meteorológia azt mondja, hogy hétvégére még melegebb időjárást, és sajnos nem mond esőt, úgyhogy így muszáj öntözni, de nyilván ugye ez az öntözés ez nem pótolja az esőt, a természetes csapadékot. Ezen a ponton stábunk ott járta előtt 3-4 órával locsoltak, aztán viszont, ahogy az látható, rendkívül gyorsan el is szikkadt a víz. A kellő utánpótlást Augusztinyi András szerint lehetetlen öntözéssel biztosítani. Az igazság, hogy ilyen közel 40 fok, ugye hétvégére már 40 fokot mond, nagyon nagy a párolgási felület, tehát elvileg csak este volna szabad locsolni, de nem tudjuk, tehát csak este az képtelenség végig locsolni ezt az egész területet, úgyhogy így muszáj vagyunk este, illetve nappal is locsolni. Hát a burgonyára, ami egy szívem csücske, ugye már évtizedek óta csinálom, sajnos az van, hogy 30 fokon felül a burgonya már az életéért küzd, tehát a gumó nem növekszik, csak romra dolgozik, úgyhogy nagyon érdekes évelé nézünk. Most pedig még egy hónappal ezelőtt minden happy volt, nagyon jó indult, mindenki örült a sok csapadéknak, most sajnos egy kicsit megváltozik ez a világ. A gazdálkodókban pedig az időjárási viszonyok mellett más miatt is nagy az izgalom. Az utóbbi hetekben ugyanis a terményárak is elkezdtek jelentősen visszaesni. Ezzel szemben pedig az önköltség nem csökken. Ugyan segítség a gazdáknak az, hogy május 1-től a felhasznált gázolaj után visszaigényelhető adó mértéke 90%-ra emelkedett, az utóbbi hetek drasztikus üzemanyagár emelései azonban jelentős többletkiadást okoztak az agráriumban. Július elején megindult a dohánylevelek betakarításának szezonja, az úgynevezett törés. A Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatósága a bűnügyi szakterülettel karöltve kiemelt figyelmet fordít a fekete kereskedelem megakadályozására. Az alapos kontroll az ország egész területét érinti, legyen az közúti szállítás, telephely ellenőrzés vagy a termőterület folyamatos monitorozása. A NAV fokozott figyelmet fordít Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegye területére, hiszen hazánk dohánytermelő területének több mint 80%-a itt található. A két vármegyében több száz termelőre és több ezer hektárnyi termőterületre kell egyszerre koncentrálni. Az egyenruhások legfőbb küldetése megvédeni a legális dohánytermelőket, visszaszorítani az illegális dohányipari jogsértéseket és megakadályozni a dohánylevelek fekete piacra jutását. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a pénzügyőrök ébersége igencsak hasznos, hiszen a tavalyi évben közel 7,5 tonna, több mint 3 milliárd forint értékű adózatlan fogyasztási dohányt foglaltak le, és indítottak jövedéki törvénysértés miatt eljárást. A NAV egészen a dohánybetakarítás végéig folyamatosan biztosítja a pénzügyőri jelenlétet.
Az ellenőrzéseket civil autók, drónok és terepszínű öltözet is segítik. Dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. Dohánylevél napszámos munkavégzés ellenértékeként sem adható át az idényjellegű munkát végző munkavállalóknak, áll a NAV közleményében. 500 és 760 ezer forint közötti négyzetméter áron vásárolhatunk lakóingatlan Nyíregyházán. A vármegye székhelyen egyre inkább elkülönülnek azok a környékek, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek. A csokváltozások nem eredményeztek jelentősen nagy ugrást az ingatlan piacon. Az ingatlan közvetítő szerint a vásárlók nagy része olyan lakásokat keres, ami beköltözhető, és nem kell bajlódni a felújítással. Ennek az az oka, hogy nagyon nehéz jó szakembert találni, és ha sikerül is, hónapok telnek el, mire helyükre kerülhetnek az új burkolatok, nyílászárók. Továbbá ez igen nagy költséget jelent a vételáron felül. Nehezebb eladni egy olyan ingatlant, ami felújítandó. Nagyon-nagyon kevés az a réteg, aki ezt keresi. Főként befektetők szoktak ilyen ingatlanokat venni, és most tényleg azok az ingatlanok mennek igazán, csettintésre úgymond, amelyek akár egy bőröndelbe lehet költözni. A CSOK segítség a fiatalok otthon teremtési lehetőségeit illetően. A kisgyermekes családok többnyire városhoz közeli kertesházat keresnek. A belvárosi lakások árait tekintve pedig zömében 30-40 millió forint között keresgélnek a vásárlók. A fiataloknak igen, ez segítséget nyújtott, bár én azt tapasztaltam, hogy évvégén a régi csokkot ki akarták használni, azért mindenki azt akarta, és vásárolni akart. Akik pedig az új csok pluszt szerették volna igénybe venni, azok gyorsan nézegettek ingatlanokat, mert attól féltek, hogy az ingatlan árak emiatt, a csok plusz miatt nagyon fel fog emelkedni. Szerintem ez nem így történt, mint mondtam az előbb is, hogy normalizálódott. A fiatalok természetesen a kertes ingatlanokat, nagyon sok ikerházat, de már most azt részesítik előnyben, hogy garázsnál érintkező legyen, azokat keresik nyilván, lakásaikat eladják, és hát ilyen Nyíregyháza közeli lakóparkokban szeretnének vásárolni. Viszonylag kevés Nyíregyházán a kiadó lakás, így ez is befolyásolja az albérlet árakat. Egy 40-50 négyzetméteres albérlet 120-150 ezer forintért szinte azonnal kiadható. Nyíregyháza népszerű lakóparkjaiban például több százezer forintos bérleti díjjal kell számolni, és itt az eladásra kínált ingatlanok négyzetméter árai is a legmagasabbak. Ilyen például a Szilvavölgy vagy a Damjanics lakópark. Az ingatlan négyzetméter ára az normalizálódott szerintem. Hát ilyen használt ingatlanoknál 550 ezer forint négyzetméter árral számolhatunk, hogyha venni szeretnénk. A kiadás viszont nagyon-nagyon megugrott a bérelhető lakásoknak az ára. Nagyon sok cég bejött Nyíregyházára, és rengeteg céges megkeresések vannak emiatt. A vármegye nagyobb városaiban például Mátészalkán 220-330 ezer forint közötti négyzetméter áron juthatunk lakó ingatlanhoz. A nyírbátori ingatlanok négyzetméter árai viszont közelítik a vármegye székhely statisztikai adatait. A nyíregyházi törvényszék tájékoztatja ügyfeleit, hogy július 15-én a bíróságok napján, amely az ország összes bíróságán munkaszüneti nap, az ügyfélfogadás szünetel. Ezen a napon a nyíregyházi törvényszék épületeiben a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyfelek postai vagy elektronikus úton, illetve papír alapon a bírósági épületek előterében található gyűjtőládába helyezve juttathatják el a beadványaikat. A nyaralások, üdülések veszélyeire figyelmeztet a rendőrség már, ami a vagyonbiztonságot vagy különös tekintettel otthonunk biztonságát jelenti. Az évezen időszakában a gazdátlanul hagyott ingatlanok, nyaralók, potenciális célpontok a besúranó tolvajok, betörők számára. A rendőrség azt javasolja, nyaralás alatt ne posztoljunk rendszeresen arról, hogy éppen hol járunk. Ne tegyük nyilvánossá, hogy nem tartózkodunk otthon. A strandolás is minden nyáron potenciális veszélyt jelent saját dolgainkra. Érdemes ezért igénybe venni a fürdők értékmegőrzőit.
Ékszerek és különböző elektronikai eszközök könnyen új gazdára találhatnak nyaralásunkkor, ha felelőtlenek vagyunk, pláne ha szem előtt hagyjuk őket. Sokan esnek abba a hibába ilyenkor, hogy már az indulást követően kiposztolják a közösségi oldalra, hogy hol lesz az üdülés a következő napokban. Nem sejtve, hogy ezzel a rossz szándékú emberek tudtára adják, hogy üres a lakás. A tapasztalatok szerint évről évre előfordulnak ez alapján induló betöréses esetek. Ne tegyünk lehetővé azt, hogy tippet adjunk bárkinek, és hogy a lakásban nincsenek otthon. Egyébként az ingatlanban a lehetőség van rá, a lehető legkevesebb készpénzt tároljuk, alapvetően erre figyeljünk oda. Utazás előtt meg egyébként is törekedjünk jó kapcsolatra a szomszédokkal, figyeljenek oda a lakásra, meg lehet példni kérdele őket arra, hogy a postaládát ürítsék, és akkor ezzel nem adunk tippet arról, hogy nincsenek otthon a hazaiak. Ha valaki mégis azt tapasztalja, hazaérkezve, hogy a lakását feltörték, betörtek az ingatlanba, akkor ne kezdjen a kutatást, hogy mit vittek el, hanem tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó, és akkor ezt követően a rendőrség majd megteszi a szükséges intézkedéseket, de a helyszínt semmiképp sem változtassa meg. Rengetegen hűsölnek a fürdőkben a nyár talán legmelegebb napjain, ez is rejt ugyanakkor veszélyeket. Vannak ugyanis kiképzett tolvajok, akik akár egy perc alatt kirámolják az őrizetlenül hagyott táskákat. Ha lehetőség van rá, akkor az érték megőrzőt mindenki használja, annyi pénzt szánjon rá egy strandolás alkalmával. Ha nincs lehetőség érték megőrző használatára, akkor az értékeit eleve ne sok mindent vigyen magával, tehát ha lehetőség van, akkor inkább bankkártyával fizessen, vagy mobiltelefonnal fizessen, ne készpénzzel, de ha mégis visz magával értékeket, akkor a többen vannak, akkor valaki mindig maradjon a csomagok környezetében, hogy figyeljen rá. Ha egyedül van, akkor próbáljon úgy fürödni, hogy rátekintést nyerjen erre az ő saját holmiaira. A pokrót szép nem véd, ezt már elmondtuk többször, de minimális odafigyeléssel le lehet ezt kerülni. Az utóbbi időszakban egyébként évszaktól függetlenül gyakoribbá váltak a vagyon elleni bűncselekmények. Ahhoz, hogy ez változzon, a lakosságnak is felelősségteljesebbnek kell lennie. Egy olyan időszakon vagyunk túl, az elmúlt időszakban talán kicsit elkényelmesedtek az emberek, nagyon minimális bűncselekmény számban mentünk vagyonelleni szempontból. Most talán a gazdasági helyzet is, meg minden egyéb más közrejátszik, hogy van egyfajta emelkedés. Én azt gondolom, hogy nem kell, hogy lanyhuljon a figyelem, mindenképpen oda kell figyelni mindenkinek, a maga részéről meg kell tenni azt, hogy nyilván a rendőrség kiemelten kezeli ezt az időszakot, fokozott jelenléte vagyunk a különböző turisztikai kiemelt helyeken, a polgárőrséggel együttműködve, de minden állampolgárnak a saját maga részéről is meg kell tenni azt, ne legyen bűncselekmény sértetje. Az elmúlt évekhez hasonlóan egyébként Nyíregyháza frekventált turisztikai területein idén is fokozott létszámban lesz jelen a rendőrség, munkájukat pedig ezen a nyáron is segítik közösségi szolgálatot teljesítő diákok a Turist Police keretében. Őrizetben várja a bíróság döntését az a 17 éves fiú, aki szintén gyermekotthonban lakó társát erőszakkal koldulásra vette rá. A gyermekkorú sértett 2023 őszén került azonos csoportba a 17 éves gyanúsítottal a Máté-Szalkai gyermekotthonban. A gyanúsított arra kényszerítette a fiút, hogy részére ágyazzon meg, mosogasson el. Ha ennek nem tett eleget, megverte. Ezt követően arra is rábírta, hogy Máté-Szalkán az egyik bevásárlóközpontban és annak környékén rendszeresen kolduljon, és az így kapott pénzt részére adja át. A sértett félelmében eleget tett a gyanúsított kérésének, naponta több ezer forintot szedett össze koldulással, melyet átadott a nagyobb fiúnak, aki őt a közelben egy padon ülve figyelte és felügyelte. A nyomozó hatóság emberkereskedelem és kényszermunka minősített esete miatt hallgatta ki gyanúsítottként a koldultató fiatalt. A főügyészség indítványozza a fiatalkorú letartóztatását, mert eddigi életvitele és agresszív magatartása miatt megalapozottan tartani lehet a szökésétől, a bűnismétléstől és attól is, hogy a bizonyítást veszélyeztetné és tanúkat próbálna meg befolyásolni. A fiatalok egyre gyakrabban használják a digitális technikát a hagyományos papír és ceruza helyett, ha képregényalkotásról van szó. A szakemberek azt mondják, ez a 21. század népművészete, egy sajátos elbeszélési forma, egyre többen fejezik ki így gondolataikat a világról. Ezért indítottak 3 évvel ezelőtt képregényrajzoló tábort, ami idén is teltházzal működött. Digitális rajzpadokon készülnek a különböző képregény karakterek a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A fiatalok egyre gyakrabban használják a digitális technikát a hagyományos papír és ceruza helyett. A modern eszközök segítségével egészen az alapoktól a kész, színes oldalakig bármit el tudnak készíteni, ráadásul a javítási, módosítási lehetőségek száma végtelen. Ezért egyre többen próbálnak meg belevágni a rajzolásba.
Ez indokolta 3 évvel ezelőtt azt is, hogy tábort indítsanak azoknak a fiataloknak, akik fejleszteni szeretnék tudásukat. Ez egy kicsit már olyanná vált a képregény, mint a 21. századnak a népművészete. Tehát egy ilyen sajátos elbeszélési forma, sokan így tudják kifejezni magukat, és akkor ebből adódott az tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt, ugye most már ez a 3. képregénytábor, hogy hirdessük meg ezt a foglalkozásot 9-15 évesek számára. És ez mindig ilyen teltházzal megy, tehát ilyen 16-20 fővel mindig, kb. Ennyi a kapacitásunk, tehát ennyi az, akivel tudunk foglalkozni, tehát úgy személyre szabottan. Ezek között tényleg vannak olyanok, akik nagyon jó rajzolnak, és már teljesen digitálisan készítik el a dolgaikat, hozzák a kis tabletjeiket, és ők saját maguk azon is rajzolnak. Van, aki pedig még a hagyományos módon készíti el ezeket a képtörténeteket. Mindenkinek segítenek, és nincs elvárás, hogy milyen szintre kell eljutni a tábor végére. Van, aki egyszerű figurákkal dolgozik, aki pedig komolyabban beleveti magát a rajzolásba, annak a részletek kidolgozásában segítenek a szakemberek, témától függetlenül. Ahhoz képest ugye, hogy mind filmben, mind képregényben Magyarországon is a Marvel az, ami jobban elterjedt, és jobban is ismerik ugye ezeket a karaktereket, ezeket a képregényeket, ezeket a filmeket. De ugye, mivel Európában szuperhősös képregényeket nem rajzolnak, és Magyarországon sem rajzoltak soha, mert ugye az egy amerikai találmány, és ugye onnan áramlik be a világ minden tájára. Ugye a diákok ismerik, van, aki felhasznál belőlük figurákat, de amiket ők is kitaláltak, nincs köze a szuperhősökhöz. Inkább a rajzstílus az, ami érdekesebb, hogy ugye vagy ilyen ugye a mangának, az animéknek most elég nagy népszerűsége van ismét Magyarországon is, tehát hogy főleg ez a fajta stílus jelenik meg, de ugye nagyon változó, hogy ki mit szeretne, vagy hogyan akarja megrajzolni azt a történetet, amit hoz. Ezt a kiadványt a 2023-as képregénytábor alkotásaiból készítették. Jól látszik a témák és a technikák változatossága is. Volt, aki ismert szuperhősöknek írt új kalandot, a legegyszerűbb karakterek és formák felhasználásával. És vannak benne olyan oldalak is, amelyeket rendszeresen visszatérő táborozó készített. Technikákat annyira én még nem tanultam, mivel hogy a legtöbbet ismertem, viszont az, hogy a saját határaimat feszegessem, az nagyon... Tehát arra az a tábor nagyon jó volt, mert első évben azt vettem észre, hogy nem voltak hátterek, akkor következő évben a háttérre fókuszáltam, idén a dinamikára próbálok egy kicsit fókuszálni, és így minden évben egyre jobban próbálom felülmúlni azt, amit azelőtt csináltam. És ebben így segít az, hogy itt vagyok, és ez a alkotói közeg igazából. A tábornak most vége, de a képregénytár folyamatosan várja a műfaj iránt érdeklődőket. Három osztályban 94 felnőtt futballcsapat vág neki a 2024-25-ös szezonnak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az augusztus 2. hétvégén rajtoló első osztály mezőnyét 15 együttes alkotja. Az átigazolási időszak augusztus végéig tart, de a jövő hét végétől már csak az átadó klub hozzájárulásával válthatnak csapatot a labdarúgók. A beadott nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóságának illetékes bizottságai véglegesítették, hogy mely együttesek vehetnek részt a 2024-25-ös szezon felnőtt férfi bajnokságaiban. A harmadosztályban 37, a másodosztályban 42 csapat indul. Az első osztályban rendhagyó módon 15 csapat, a Baktalórendháza, a Csenger, a Gergelyi Ugornya, az Ibrány, a Kemecse, a Kótaj, a Mándok, a Nagykálló, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Nyírvasvári, a Nagyecsed, a Tarpa, az Újfehértó és a Vásáros Namény alkotja a mezőnyt. Elég furcsa, hogy 15-en indulnak a vármegyei első osztályba, hiszen nálunk mindig megszokott lenne 16-os létszám. Ugye 21 egyesületnek volt amatőr licensze erre a szezonra, de nem mindenki élt a lehetőséggel. Ráadásul ne felejtsük el azt az örömteli hírt, hogy a Máté Szalka és a Spartacus 2 feljutott az NB3-ba, tehát két csapatot is adtunk, valamint volt egy szomorú apropó is, hogy a Nyírbéltek teljesen kiszállt a megyei labdarúgásból, tehát nem csak hogy visszalépett, hanem nem is nevez sehova. A Káló Semmén pedig visszanevezett megye 2-be, tehát ha így nézzük, akkor sokkal több megye 1-es csapatunk is lehetett volna. 2012 óta nem volt ennyi NB-s csapatunk, tehát van egy NB1-es, egy NB2-es és 4 NB3-as csapat, ez összesen 6
NB-s csapatot jelent. 2012 óta vagy 3 vagy 4 NB-s csapatunk volt, úgyhogy mióta az NB3 bajnokság átkerült az MLS-be, és mióta nem regionálisan 6 csoportban szerepelnek az NB3-as csapatok, hanem ugye eddig 3, most már 4 NB3-as csoport van, azóta ilyen magas létszámban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem képviselte magát az országos NB-s bajnokságokban. Miközben a csapatok többsége már elkezdte a felkészülést, a játékos keretek még alakulnak, mivel javában tart az átigazolási időszak. Az első pár napban igen nagy volt a mozgás, most már azt mondom, hogy picikét úgy visszavett a lendület, de július 20-áig ugye szabad átigazolás van, ez azt jelenti, hogy a játékos oda megy, ahova szeretne, a jelenlegi klubja nem tudja visszatartani, tehát felnőtt korosztályról beszélünk. Július 20-a után viszont egészen augusztus 31-ig még lehet átigazolni, de már csak úgy, hogyha a jelenlegi klubja elengedi, tehát aláírja az átigazolási lapot. A meccsekhez nem csak edzőkre és játékosokra, hanem játékvezetőkre is szükség van. Az igazgatóság igyekszik mindent megtenni azért, hogy valamennyi mérkőzésen megfelelőek legyenek a lebonyolításhoz szükséges körülmények. Az állomány megvan, az elmúlt években is megvolt. A legnagyobb probléma ezzel az, hogy a játékvezetői állománynak körülbelül a fele áll rendelkezésre egy szombati vagy egy vasárnapi nap. Tehát rengeteg az olyan játékvezető, aki egy hétvégén csak egy napot vállal, vagy esetleg adott esetben egyet se, ez lehet munkahelyi ok, családi ok, bármi, és igazából ezzel van a problémánk, nem a játékvezetői létszámmal, hanem mindig a szombaton vagy a vasárnap küldhető, aktív játékvezetői létszámmal van gond. Remélem, hogy ez most ebben az évben nem lesz probléma, bár hozzáteszem, hogy a 23-24 szezonban nagyon jól meg tudtuk oldani, nem volt olyan mérkőzés, ahol egy játékvezető lett volna, egyetlen egy se, és nagyon minimális olyan mérkőzés volt a megye 3-ba, csak és kizárólag, ahol 2 játékvezetőt tudtunk küldeni. És itt jegyezném meg, hogy nagyon köszönjük Hajdú Bihar megyének, hiszen sokszor kisegítettek minket megye 3-as küldésbe, úgyhogy a két megye közt remek a kapcsolat. A vármegyei első osztályban augusztus 2. hétvégén rendezik meg az első fordulót, a 2. és 3. osztályban 2 héttel később rajtol a szezon. A Magyar Kupa selejtezőjének első körében a tervek szerint augusztus 21-én lépnek pályára a szabolcsi csapatok. Híradónk végén jönnek főbb híreink még egyszer röviden. Már most hatalmas szárazság sújtja a mezőgazdaságot. Egyes helyeken 3-4 heten nem esett az eső, csapadék pedig a következő napokban sem várható. A gazdálkodók attól tartanak, hogy jelentős terméskiesés éri őket. A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson is folyamatosan öntöznek, de Augustinyi András kísérletvezető szerint ezzel jelenleg csak túlélnek, de nem fejlődnek a növények. A nyári szabadságolások ideje alatt kiemelten előtérbe kerül a vagyonbiztonság, különös tekintettel az otthonunkra. Az év ezen időszakában a gazdátlanul hagyott ingatlanok, nyaralók, potenciális célpontok a besuranó tolvajok, betörők számára. A rendőrség azt javasolja, nyaralás alatt ne posztoljunk rendszeresen arról, hogy éppen hol járunk, ne tegyük nyilvánossá, hogy nem tartózkodunk otthon. 94 labdarúgó csapat nevezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a 2024-25-ös szezonra. Az augusztus 2. hétvégéjén rajtoló első osztály mezőnyét 15 együttes alkotja. A másodosztályban 42, a harmadosztályban pedig 37 csapat várja a két héttel később esedékes nyitófordulót. Július 12-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton ne feledjék Krónikával, vasárnap pedig a Gazdasági Héttel várjuk Önöket. Viszontlátásra! Szombaton sokat süt majd a nap, emellett erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyekből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 35-37 fokot mérhetünk. Vasárnap a sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződése van kilátás. Elszórt jelleggel kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 33-35 fokig melegszik fel a levegő.